Sziasztok, Bettina vagyok Budapestről, az Easy Hungary-t nézitek, és a mai kérdésünk az utcaemberének, hogy hova utazna szívesen. Szia, az lenne a kérdésem hozzád, hogy hova szeretnél elutazni? Most fogok utazni Berlinbe. Oda is szeretnék menni, de amúgy nagy vágyam, hogy Londonba utazzak, és lakjak is ott éveket, ha lehet. És ha szabad megkérdeznem, akkor Berlinnek mi lenne a célja? Tehát inkább nyaralás típusú, vagy munka? Tréningre megyek. Egy sales hacking tréning lesz ott a Climate Kick nevű accelerátor program keretében. Most ez internet kell, hogy le tudjam fordítani. Létezik az Európai Unióban egy nagyon támogatott projekt, startup cégeket támogatnak sok pénzzel, illetve oktatással, és ennek a keretében megyek oda tanulni. Akkor hosszú távra tervezed a kintlétet? Nagyon hosszú táv lesz, 3 nap. Akkor nem. Akkor röviden megoldod. Igen, most csak 3 napra megyek, amúgy nagy vágyom Londonban éljek. De ezt nem tudom, hogy miért. És szeretnék elutazni Delhibe, lehetőleg februárban, illetve Chicagóba a Veggie Festre. Az nyáron van egy 2 napos rendezvény, a világ legnagyobb vegetáriánus találkozója. Azt hiszem ennyi. Hát igazából engem Anglia vonz nagyon, mert ugye maga a brit nyelv az nekem ilyen nagyon dallamos, és vonzanak ezek a vörös téglás házak, illetve ugye kedvenc együttesem a Beatles az egyikek közül. Hova szeretnétek elutazni? Hát leginkább Olaszországba szeretnénk, mert hogy nagyon szeretjük az olasz ételeket, én tanulok olaszul, és nagyon szeretjük a tengert. És esetleg a párodat? Mi vonza leginkább? Engem is Olaszország vonz, 4 évig én is tanultam olaszul, és én is nagyon szeretem az olasz ételeket, meg a tengert. Úgyhogy nem hiába vagyunk egy pár. Na, az nagyszerű. És esetleg munka valami Olaszországban, dolgozni kint? Én most a Studio Italiánál dolgozom, mint angol-német szakos tanár, tehát nem lehetetlen, hogy kint is majd fogok valamit keresni magamnak. Szia, lenne egy olyan kérdésem, hogy hova szeretnél elutazni? Indonéziába, illetve Dél-Kelet-Ázsiába. És miért pont ez lenne a cél? Azért, mert a többi kontinens nagy részén már voltam, és ott még nem jártam, úgyhogy szeretnék oda menni, és ott videoblogot készíteni. És miről készülne a blog? Az ottaniak életéről, a kultúráról, a különbségekről, a sokszínűségről, az emberekről, stb. Én Tokelau szigetére szeretnék elutazni. Ez valahol Új-Zéland és az amerikai kontinens között van, úgy Új-Zélandhoz közelebb. És Új-Zélandhoz tartozik egyébként, és második Erzsébet a királynő. Nagyon sok mindent tudsz róla, és hogy ez a különleges célpont? Az ENSZ adatbázisaiban láttam, hogy itt fogy a leggyorsabban a népesség az egész Földön, és egyébként most ilyen 1200-an élnek ott, azt hiszem 3 kor elzátonyról beszélünk, és ezért, mert hogy egy nyugodt hely lehet. És igazából nem csak oda szeretnék utazni, hanem szívesen leélném ott az életemet. Akkor hosszú távra is esetleg terveznéd, hogy... Akkor hosszabb távra is terveznéd esetleg, hogy elutazol oda. Igen. És ott élsz. Igen, igen. Akkor nagyon sok sikert kívánok hozzá, továbbiakban élt, hogy kijuss oda, és akár ott is élhess. Köszönöm. Szeretnék utazni Hollandiába, mert ott a családom, és már nem láttam őket múlt karácson óta. Úgy hallom, hogy te nem vagy eredeti magyar. Nem. Hollandiából jöttél. Hollandiából jöttél, igaz? Igen, igen, de itt lakok.